2014-ben kötött együttműködési megállapodást a Magyar Diáksport Szövetség és a megyei önkormányzat azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett szakmai munkát. Az elmúlt tanévben 18 arany, 14 ezüst és 16 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A keddi közgyűlésen 6 testnevelővel tett át elismerést a tehetséggondozás utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Nagyon sok olyan testnevelő van, nagyon sok olyan elhivatott szakember van, aki rengeteget tesz nem csak a diák sportért, hanem a megyei sport életért is, és a megyei oktatás nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ezért nagyon nehéz valóban ilyenkor választani, de nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagy a felhozatal, mert az lényegében azt jelképezi, meg azt is jelenti, hogy a megyei sportélet nagyon magas szakmai munka folyik. Úgyhogy a most kiválasztott testnevelőknek ezúton is szeretném megköszönni, de azt azért kihangsúlyoznám, hogy ez a díjazás, ez bár névre szóló, és ez a 6 ember fogja megkapni, aki itt a megyei közgyűlésen díjazásra kerül, vagy elismerésben részesül, de én úgy gondolom, hogy ez a teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportéletnek és a teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktató és nevelő, testnevelő munkának szól. A Magyar Diáksport Szövetség elnöki tanácsadója elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a jövőben is minél többen vegyenek részt a Diák Olimpia versenyrendszerében. Mi igyekszünk segíteni a fiatal testnevelőket abban, hogy ráérezzenek a Diák Olimpia ízére, hogy elhivatottságuk legyen az iránt, hogy a tehetséges diákokat sportra is, versenysportra is ösztönözzék. Igyekszünk módszertani képzésekkel, új módszerekkel segíteni őket abban, hogy mind a mindennapos testnevelési órák változatosak, érdekesek legyenek, mind pedig lehetőség biztosítani ahhoz, hogy felkészítsék a diákokat erre a szerintem nagyon szép területre. Remélem, hogy az is ösztönzi őket, hogy a Diák Olimpia országos döntőibe elért egy-három helyezett sportolóik plusz 10 pontot kapnak majd a felsőfokú felvételi eljárás során, és ezt azt gondolom, hogy ez egy jó motiváció. Jónás Béla tanítványai a kisvárdai Besenyei gimnázium színeiben atlétikában értek el sikereket az elmúlt 2 évtizedben. Az elmúlt években több jó eredmény született, például a legutóbbi Diák Olimpián a fiú magasugrásban győzött a tanítványom, illetve kislabdahajításban Diák Olimpiai csúccsal győzött egy általános iskolás kislány, aki ugyan még nem gimnazista, nem a Besenyei gimnázium tanulója, de már nálunk foglalkozott az atlétika sportággal. A közgyűlésen elismerésben részesült még Végvári Ferenc, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, Moraszki Gyulány, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gyulai Ákos, a Tiszavasvári Általános Iskola és Nemes Sándor, valamint Urbin Tamás, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola testnevelő tanára.